A jelenlegi tervek szerint már decemberben átadják az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és Kondoros közötti 2x2 sávos 17,6 kilométeres szakaszát. Az autóút építési munkálatai 2018-ban kezdődtek el, noha térségünkben már évtizedek óta közbeszédtárgyát képezi az M44-es ügye. Tavasszal, amikor itt voltunk, akkor talán az volt a ígéretünk, hogy rá egy hónapra a betonburkolatú túlvókörforgalom birtokba vehető, és ez az esemény ez meg is történt, de nem csak a körforgalom készült el az eltelt pár hónapban, hanem ennek a Békéscsaba-Kondoros 17,6 kilométeres szakasznak egy olyan előreadására tudunk beszámolni, ami egy nagyon örömteli, hiszen a befejezési határideje a projektnek jövő év január 31-e szerződés szerint, és január 31-ig munkavégzések folyni is fognak, ugyanakkor a magának a főpályának a forgalomba helyezésére ma úgy látom, hogy minden akadály elárult, hogy december közepén az eredeti befejezési határidő előtt több mint másfél hónappal itt közlekedők ezt birtokba tudják venni. Szóval december közepén egy nagy eseményre készülünk. A projekt jelenleg egyébként mintegy 95% körül előadást mutat, és a következő másfél hónapban ez a 5% is elolvad. Azért mondom, hogy január 31-ig még munkavégzések folynak, hiszen a főpályán kívül még lesznek rekultiválandó felhagyott útszakaszoknak a rendbetételét és különböző tereprendezési munkálatok. Ez már a közlekedőket nem fogja zavarni. A projekt, M44-es projekt mellett, ahogy említésre került, épül a Fürjesi út is, a maga 8 kilométeres szakaszából, amiből több mint 5 kilométer zöldmezős beruházás, 3 kilométer pedig a Csanádapácai útnak a felújítása. Ez a projektelem 36%-os készültséget mutat. 22. augusztusa ennek a projektnek a befejezési határideje. Titkon bízunk benne, hogy azért nem kell 22. augusztusáig várni erre ennek a projektnek a befejezésére sem, de most még nem szeretnék elhamarkodott ígéreteket tenni. Nagyban befolyásolja a kivitelezést a aktuális időjárás, mint ahogy az M44-nél egy nagyon kedvező év van mögöttünk. A Fürjesi úti úton kívül, ahogy képviselő úr is említette, valójában egy beruházás láncolatnak a részeit végig tudjuk venni, hiszen az M44-nek a másik végén is több szerződés keretében folynak a kivitelezési munkálatok. Tiszakürtnél van jelenleg a 2x2 sávos útunknak, a használható útnak a vége. Onnan mintegy 10 kilométeres szakasz a Tiszakürt lakitelek, amelynek a előreadása szintén egy 60% fölötti készültségi szintet mutat. Ott jövő év szeptemberében van a tervezett befejezés, októberében pedig a forgalomba helyezés. Nagyon remélem, hogy ennek semmilyen akadálya nem lesz. Ezen a szakaszon létesül egyébként lakiteleknél egy teljesen új mérnökségi telep, mint ahogy hallhattuk, nem csak megépíteni, hanem fenntartani is kell majd ezeket az útszakaszokat, és ezen a szakaszon épül a lakiteleknél a új 2x2-sávos Tisza híd, ami a ellipszis kapuzatával és a ferdekábeles kialakításával nem csak Magyarországon, Európában, de még azt mondom, hogy a világon is egyedülállóvá teszi majd az M44-es megjelenítését. Lakitelek után egy következő szakasz, a lakitelek Szentkirály szakasz, szintén le vagyunk szerződve, ott az előre haladás egy 15%-os képet mutat. Annak a befejezési határideje 2024 annak a szakasznak. Ez több projektelemet tartalmaz, nem csak a lakitelek Szentkirályi főpályát, hanem tartalmazza magát a Szentkirály elkerülőt, és a Szentkirály alatti gyorsforgalmi csomóponttól egészen Kecskemétig be a meglévő útnak a megerősítését, felújítását, és a 44-es számú főúttal pedig egy turbókörforgalom létesítését. Szintén le vagyunk szerződve, és ennek már viszont mindenki számára a kézzelfogható eredménye nyoma van. A lakitelek és Kecskemét közötti 44-es számú főút 11,5 tonnájára, amelynek mintegy 20 kilométeres szakaszából 16-17 kilométer szakasz már elkészült, burkolati jelek is felfestésre kerültek, és egy messze jobb, magasabb minőségű úton közlekedhet ma, aki Budapest irányába veszi az irányt. Ezen a 11,5 tonnás burkolat megerősítésnek még részei két körforgalmi csomópont, amelynek a kivitelezése a jövő évben fog megvalósulni.
képviselő úr is említette, társaságunk a M44-es folytatásával is foglalkozik. Szentkirálytól még az M5-ös autópályáig egy 33 kilométeres szakasz van, melynek a tervei és az engedély rendelkezésre állnak. Mondhatnám azt, hogy az előkészítés ezen fázisát már befejeztük. Az előkészítéshez tartozik továbbá a területszerzés régészeti feladatok, amelyre mind a felhatalmazásunk, mind a forrás rendelkezésre áll. Ezen a 33 kilométeren több mint 500 helyrajzi számú ingatlant kell megszerezni a társaságunknak. Ezekhez a záradékolt vázlajzok rendelkezésre állnak, kormányhivatalhoz benyújtásra kerültek, szakértő kijelölései vagy megtörténtek, vagy kijelölés alatt vannak, és még ebben az évben elindul a vételi ajánlatok kiküldése az érintett ingatlan tulajdonosoknak. Szóval az előkészítés folytatódik, és reményeink szerint a előbb vagy utóbb megérkezik a kivitelezésre szóló mandátum is a NIV ZRT-hez, és onnantól kezdve tudjuk indítani a kivitelezői közbeszerzést. Jelenleg ez a M44-es beruházás láncolat így néz ki, ezekkel a műszaki és előadási paraméterekkel bír. Az útszakasz mellé épül egy 670 négyzetméter területű, fedett, 8 darab tehergépkocsi beállására alkalmas csarnok is, amelyet szintén decemberben adnak át. A nettó 41,4 milliárd forintból épülő M44-es gyorsforgalmi út ezen szakaszán már idén decemberben elindulhat a forgalom.